Na, hát hellóztok, sziasztok, itt vagyunk, néha játszunk, ahogy ígértük, jöttünk egy új játékkal. Úgy, itt vagyunk, egy pillanatot megnézzük a Master Volume-ért, ezt egy talán pindurit lejjebb vesszük, hogy jobban haladók is legyünk. Oké, és hát ez egy egyszerű kis ütöm-vágom előre, gyerekkoromban, ugye a Teenage Tektőcök, hát nem voltak sehol. De jött 7 évvel később az öcsém, aki viszont hatalmas Teeny Ninja rajongó volt, 7 évvel közöttük, azért mondom, hogy 7 évvel később, és rajtuk keresztül egyébként és bírtam az én nagyobb fejjel is ezeket a kis mutánsokat ebben a grafikai formában. A Michael Bay-féle álmokfutást inkább hagyjuk, jó? Ezt az eredeti klasszikus rajzfilmes sztorit, ezt viszont nagyon szerettük, úgyhogy ugorjunk is bele, menjünk a story módban egyet, próbáljuk ki, megnézzük középső normál szinten, oké, el kell játszunk egyedül, úgyhogy egyedül vagyunk, oké, combo attack, bemutatja nekünk, megtanítgatja, az Y a super attack, jó. Mutatja nekünk itt, ahogyan játszunk. Nagyot, hogyha nyomjuk az X-et, akkor... Ha közel vagyunk, akkor elkapja őket. Azzal meg ki tudjuk dobni. Hoppá! Jó, mondjuk azt nem tudom, hogy fogjuk használni itt a tépadot, de nem baj. Gyorsan felállni, B-vel gurulgatni. Lehetünk többen. LB-vel tudunk neki pizzával energiát adni. Aha. És ahogy egyre erősebb a összé power levelt. Jó. Válasszunk egy hőst. Kivel játszunk? Leonardo-val? Raffaello-val, Michelangelo-val? Donatello-val, vele messze tudunk, itt viszont lassan. Oké, April. Nagyon kemény, hogy April-re is nyomhatjuk. Ő elég kicsiket üt, viszont elég gyors. Szecska viszont nagyon nagyokat. Figyelj, apukám, hát legyünk. Indítsuk egy Leonardo-val, aztán meglátjuk. Olyan átlagos mindenben. Most első alkalommal nem jutunk el olyan sokáig, nem lesz annyi időnk, de erre sem mondták, hogy hosszú lenne maga a játék, úgyhogy pár adásból ezt is végig fogjuk tolni. Hoppá! Hopp. Megjöttek a disztók, igen, megjöttek! A kis mutánsok. Emlékeznek én, hogy ezeknek hogy hívták az eredeti nevüket. Magyarul mi volt a fordítás? Job
Azt hiszem, mehetünk a hatos stúdióba akkor. Oké, Shredder viszont ott van. Hey, gyere vissza! Hát te mit csinálsz itt? Nem Nintendo Zoo, gyereke! Azt benyomott, ugye? Hát most nem azért, de... Ja... Aha. Igen. What is going on? Ó, ezt megtaláltuk, ezt a csákot. Ezek most itt főzőcskéznek. Az anyódat! Várjál, ott van valami pizza. Van pizza time volt. Azaz. Őzök, mit tornáznak. Oké, hát mögéjük kell kerülni, mert kivédik. Ah, de jó, tegyed! Yeah.
Gyere. Basszus. Na várjál. Ajjajj. Oké, bipom. Rögtön. Vaj, már nem kell sok neki. Ő is kidőlt. Bennünk sem maradt sok. Kawabanga! Kawabanga, ez a zene, hát ez a felkiáltás kellett nekünk. Köszönjük szépen! Ez jó pofa volt. Apa. Hé! Hey. Azt elviszi. Elvitte azt a fejed. Ez mi? Az összes klasszikus izé fejlécet, olyan újságpapír. Jó. Azt értem, de azokat hol kellett volna megtalálnom? Ahogy a háromból megtaláltunk egyet. Aha, ez ilyen kihívás lett volna. Jó. Ehhez tartozó? Challenge 2. Kettőből kettőt begyűjtöttünk, amit lehetett. Kihívásokból teljesítettünk kevesebbe. Na mi az, hogyha ide lejövünk? Aha, hogy ki milyen fitness állapotban van. Epizód 1. Anélkül, hogy megsérülnék. Aha, jól van, persze. Hát persze. Ahogy itt melyiket hogy teljesítettük. Aha, és itt mondja, hogy ezek van, az 1-es, 2-es, 4-es ilyen található. Azt mondja, hogy nézzük meg a 7 különböző befejezését. Aha, ezek a vén belső kihívások lesznek. Mindegy, de esetre megkeressük a 2-es pályát. Megyünk tovább. Yeah.
mehetünk. Wow, ez valami extra power-t vettük fel. És bejött hátulról a kis nyomika. Ojjajjajjajj, várjál! Törte az ablakot, azt jött... Ah, nézd már! Ez egy kicsit áttöri. Dodzsolás egyébként lehet, hogy jobban bejön. Kifajt. What idiot dropped this on the floor? Van, köszi. Aha. Nem a zsákot vágtuk ki, hanem az ajtót. Hó, a robotok! Fölvesszük. A szikletájér, így jól van, le van. Próbáltuk telgázolni! Valakinek meg a titkos naplóját közölt rátuk. Ettek az autószerelők. Mehetünk. Hagyd a motorozgat! Igen. Oké. Ezt akartuk, csak nem jött össze. Felugrunk és leütjük. Ah, és engem ütött már, oké. Hoa, gyertek. A kis darabokra pottyangatnak szépen, várjál. Szórakoznak itt felül.
Gyere, te kis robot! Gyere, gyere, gyere! Várjatok, várjatok! Igen, itt végtelen szuper erőnk van. Ah, ez is jött, mint egy bumerang. Kapszám a buksidra. Valamiket nyeregetünk, de a franc se tudja egyébként ebben a nagy... Hoppá! Hoppá! Oké, okay, na gyere! Nem lesz jó. Aha. Ajajajajaj. Na most már csak két életem van, de ezzel már leszettem. Ez ennyi is marad ilyenkor? Sajnos egyszer lekapott. Vagy a következő pályát az E3 alól jutok. A kis sajnak a naplójából. Az mindegyik pluszpontot ér, értem. Nincs mit begyűjteni, csak kihívásokra aztán. Hát jó, hát jó. Oké, okay, gyerünk a Broadway-en keresztül. Aha, ez... Ez ilyen autókázós... Kerülgetős, szörfözgetős, aha. Az anyautókat. Ha így bunyolszunk egy kis szörfdeszkán. Hoppá! Vájjjjj! Azt már látom, hogy ezek a challenge-ek, ezek nem nekem való.
Why is it but so? Hop, bassza nyolda! Kilapultunk! Nagyon laposak lettünk! Hoppá! Aha. Jó, figyelni kell, hova estek. Ne legyünk alatta. Jó. Ezeket próbáljuk meg elkerülni. Három élettel kezdtünk egyébként. Az anyótokat! Menjenek innen, ez a felső sáv. Várjál, elmentünk a pizza mellett, de kár volt, érte? Nagy kár volt. Aha. Nem igaz. Nincs több életünk, az a baj. Game over. Jól van. Aha.
Ez a valamit dolgozni. Ez viszonylag könnyen túlélhető. Megint elmentünk mellette. Nincs szerencsénk a pizzákkal. Okay. Elhagytuk a Pizzumizzut. Fasza, de két élete vagyunk itt. Na ez a, talán az, hogy csak legyőzünk. Baszki. De hogy az Istenbe tudnám őket?
életünk maradt. Igen, próbáljunk meg. Kiütöttük, kiütöttük, kiütöttük. Aha, azért ezt így nem igazán fogtam, hogy hogy kéne azzal a kocsival megküzdeni. Na figyú, hát csináljunk meg még egy pályát, aztán meglátjuk, mi lesz. Menjünk az állatkertbe. Itt két fő ellenfelet kapunk. Ja, ezt a kettőt, aha, egyszerre. Na, fagyj ide a nyaltba, anya! Ezt kihúzta Lolla. Próbálunk mindent szétütni. Na jó. Aha.
tigrisek milyen békések. Vigyázz, 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 vigyázz! Hoppa, ezt elvitte. Kihúztál. Igen, te robot, gyere vissza! Oké. Ezt megszereztük. Vaj, ez itt szerintem. Aha. Ketten. Ja, aha, aha, jó. Oké, amikor tehát az fut, azt próbáljuk meg elkerülni. Ütött a, meglőtt a sajátját, gyorsan leesett. Most vesztettük egy életet, de... Akkor ebből ide tudunk menni. Ki, hogyha Maci éppen akkor kezd el esni. Macival végeztünk. Ásó Macival. Na jól van! Akkor a négyes epizód is kiütve. Ajjaj. Persze, hogy tovább megy a fej. Az ott valahogy eltűnik. Beleesik a lúgba. Mi lesz azzal a fejjel, egyszer csak utolérjük. Azt mondja, hogy... Várjál, azt mondja, hogy látogassuk meg. Mert hogy meggyűjtöttünk tőle mindent. Igen. Megvan a Juti. Aha, az 50 darab dolgot jelentett, pontot jelentett, ami nem tudom mire jó, de valamire biztos. Na! Nézzük csak meg. Itt van, a power levelek, oké.
hogy hány pont szükségeltetik, melyik power levelhez. Ezért kell a pontokat ezerre gyűjtögetnünk, kérem szépen. Mert. 100-tól extra hill, ez a hit pont. Nincs power couch, oké. A kettes. És a hármasnál szuper tájvetek. Szedjük össze ezeket a speckó támadásokat szerintem. Azokat begyűjtöttük. Kettes, négyes. Kettő darab van, tehát akkor... És eddig a négyesig jutottunk. Akkor megtaláltuk ezt is, csak nem remlik, hogy hol volt, de biztos meg volt. 5-ös, 6-os, 7-esben. Mondom, oké. Ha és disgusting bugsokat kell, szintén a 4-esben egyet találtunk. 5-6-7. Hú, ebből sok lesz. Legalább begyűjtögethetők belőle a 4-et begyűjtöttük, úgyhogy jók vagyunk. Erre ügyelni kell, mert az fontos. Na, jól van, viszont akkor... Viszont... Nagyon szép ez a város, de most mi ide jutottunk, úgyhogy... Igen, el kívánjuk hagyni a világtérképet, és akkor igen, ott van egy hármassal. Ha itt visszalépünk, itt lehet váltani. Jó van, szóval mármint a szereplőt, akár nyomulhatunk valaki mással, de nem hiszem, hogy nagyon szeretnénk. Lesz szintűekkel, hiszed. Ő itt hármassal tolja. Úgyhogy legyetek jók! Korábbi végigjátszások, ne felejtsétek YouTube-on, és az, hogy hogyan éltük meg ezeket, azt pedig a blogon olvashatjátok, na szasztok!